Számos sportág mutatkozott be a szeptember 23-án tartott sportágválaszon a Szekszárdi Sportközpontban. A rendezvényre 9 iskolából jöttek el a diákok, a szervezők a 14 óráig tartó programra közel 300 gyermeket vártak. A sportegyesületek közül 18 szervezet fogadta el a meghívást, így az érdeklődő gyerekek bármit kipróbálhattak, amihez csak kedvük volt. Hát nagyon jó. Eddig voltunk már boxolni, táncolni, pingpongozni, és most jöttünk ide kosarazni. A szekszárdi egyesületek örömmel vették a felkérést a rendezvényre, hiszen ez nem csupán egy sportesemény, hanem a sportágak gyakorlati kipróbálását teszi lehetővé az érdeklődő diákok számára, abból a célból, hogy a sportágak közötti választást, a döntést elősegítse. Most egyelőre még csak pár osztály volt itt nálunk, és ugyanezt látom, nagyon tetszett nekik az, hogy ki lehet próbálni, tehát nem csak nézni lehet egy adott sportágat, hanem ki is lehet próbálni, és szinte úgy kellett őket elzavarni. A programot a Szekszárdi Sportközpont, a Polip Ifjúsági Egyesület és a Szekszárdi Ifjúsági Diák Önkormányzat közösen szervezte meg.